Hiszek én Istenben, ünnepi szentmise Marcalvárosban, a Szentlélek templomban évek óta hagyomány, hogy augusztus 20-án ünnepi istentiszteletre várják a híveket, hogy közösen imádkozzanak az országért, a magyarságért, és ehhez Szent István áldását kérjék. Szentbeszédében Benkovics Ferenc plébános azt mondta, Szent István király utat és irányt mutatott népének, amely ezután nem homokra, hanem sziklára építette házát, így tudott megmaradni a magyarság az elmúlt évezredben. Urunk Istenünk, tekints kegyesen áldozatunkra, amelyet fölségednek bemutatunk, Szent István király közbenjárására, védj meg minket minden ellenséges cselvetéstől, s add meg nekünk egykor jutalma az örök élete, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Szokás szerint tele volt a templom a Szent István napi ünnepi szentmisén, ahol meg is áldották az új kenyeret. Az áldott kenyeret aztán a templom előterében a plébános Marcalváros 2 önkormányzati képviselőjével közösen szelte fel, az új kenyérből mindenkinek jutott a hívek közül, akik az államalapító támogatását kérték az országra, a városra és természetesen Marcalváros lakóira is. A kenyér soha sincs ingyen, a kenyérért mindig dolgozni, Marcalvárosban sokan és sokat dolgozunk az új kenyérért. Ha van kenyerünk, az azt jelenti, hogy van megélhetésünk és van munkánk. És ilyenkor augusztus 20-án az aratás ünnepén kicsit megállunk, kicsit összegezzük, kicsit hálát adunk, és hát kicsit erőt is gyűjtünk a jövő feladatokra, és ezért örülök, hogy ilyen sokan vagyunk. A marcalvárosiak augusztus 20-án is megmutatták, mennyire összetartóak, hiába cserélődik folyamatosan a lakótelep lakossága, akik itt élnek, törődnek, foglalkoznak egymással, még az államalapítás ünnepén is.